március 19-én 6. alkalommal rendezte meg jótékonysági báját a szuhakálói Gárdonyi Géza tagiskola. Az est idén a szülők nevelők bája címet viselte, mivel az iskola pedagógusai és a szülői munkaközösség mindig nagy szerepet vállaltak az ilyenfajta rendezvény megszervezésében. Ez az iskola egy kisiskola, ahol családias légkörben próbáljuk meg a gyerekeket oktatni és nevelni, odafigyelni a természetes igényeikre, valamint arra is, hogy a lehető legjobb minőségi oktatást kapják. Nagyon-nagyon sok és színvonalas rendezvényt tartunk az iskolában. Ezek közül, amit most ki tudnék emelni, aminek az alkalmából ez az interjú is készült, a szülők nevelők bája. Ezt a szülői szervezettel közösen szervezi az iskola közössége. Amit láthatták is, a szülők tánccal kedveskedtek a közönségünknek, a nézőseregnek, a megjelenteknek, vendégeinknek. Mi pedig megpróbáljuk biztosítani a dekorációt, a feltételeket, megszervezni a rendezvényt, és az így befolyt összeget, ami tulajdonképpen jótékonysági összeg, azt mindenképpen a gyermekek javára fordítjuk, különböző színházlátogatásokat szervezünk nekik, projektnapokat szervezünk nekik, egyéb kis ajándékokat, gyereknapi ajándéktól kezdve a gárdonyi napokon, a versenyek díjazásáig, az ilyen bevételekből próbáljuk megfinanszírozni. Egy nagyon színvonalas műsort láthattunk most a bál elején, egy közös vacsorával a szülőkkel, nagyon jól érezzük magunkat, reméljük, hogy nagyon sokáig fog tartani. Nagyon fontos az, hogy a szülők és a tanárok között a kapcsolat az erősebb legyen, jobban megismerjük egymást. Mi lesz a legközelebbi program, mire készülnek itt az iskolában? Március 22-én van a Vízvilágnapja, ebből az alkalomból az iskolánkban már lassan egy hete különböző projektek készülnek. Az alsó-felső tagozatos diákjaink, mint itt látható is, maketteket készítettek, akváriumot, halakat festenek, készítenek különböző technikákkal, készülünk teljes gőzerővel. Keresztrejtvény is lesz, totó is lesz, megismerkednek a gyerekek, nagyon sok fontos dolog van ezzel kapcsolatban. A rendezvényt a Sajók Hazai Akkord Művészeti Társulat előadása színesítette. Meddig tart oda a kultúram? Mit adnakok itt? Ja, hát egy kicsit várni kell. Micsoda egy asszony ez? Végül csak ugyan a sírba tesz majd. Ilyet még nem hordott a főre a hátára. Kísérem ezt a szép napot! Az este folyamán a résztvevőket a Kazincz Barcikai Fresh Tánc Stúdió, valamint a szülők műsora szórakoztatta.